Szevasztok, rossz tippek. Idén most már tényleg utoljára, nem csak rossz tippek, de talán az utolsó adás is. Jövő héten megint nem leszek itthon, és hát a meccsnézés az, az erősen korlátolt lesz újra, még jobban, mint az előző. Az előző héten nagyon ügyesen sikerült ugye beszervezni, úgyhogy kiment, örülök, hogy ti is örültetek neki. Most ez jövő héten még inkább csücskösnek néz ki. Lehet, hogy, hogy éjszaka valamikor meg tudok nézni egy-egy mérkőzés, de ez most tényleg szuper bizonytalan, jobban, mint az előző. Úgyhogy hétfőn talán lesz valami, de össze-vissza bármi előfordulhat, a semmitől a bármi, ami így az adásokat illeti, szóval kitartás, ez most, ez egy ilyen időszak, utolsó fordulóban majd helyreáll a rend. A múlt héten 12 találatom volt, ami a tippeket illeti négy elment, és ez pedig azt jelenti, hogy óriási favorittá váltam a tippjátékban. Nem tudom, hogy miért, de Patrik elkezdett kockázatos tippekkel menni. Gondoltam, most vagy soha beelőz, ez visszaütött. Úgyhogy elhúztam 8 tippel, 158 találatom van szerkesztői tippjátékban, 82 elment, de hát így is halad most már. Csak én ronthatom el. Ugye Chargers bemutatta a playoffba, úgyhogy talán nekem is sikerül megóvni ezt, a, ezt a fajta előnyt. Akkor azt jelenti, hogy ma szigorúan kockázat kerülően? Nem feltétlen, mert hát három olyan meccset szúrtam ki, amikor az underdoggal megyek, de hát van nagyon sok meccs, még azt szokat leszámítva is, ami ilyen, hát field belül van, szóval ott azért sokfele eldől, eldőlhet nem egyértelmű párosítások vannak ezen a héten. egyetlen olyan derbi van, ahol hát mindenkinek mindegy nagyjából, és semmi playoff remény nincs, egy ez a Falcons Cards, de hát igaz, Jacksonville Houston-nak sincs tétje, de annak van tétje az egy per egy szempontjából, szóval ahhoz képest, hogy 17. forduló, most azért mindenhol legalább egy motivált felet azért talál az ember, úgyhogy nem lehet ezt félre söpörni. Amit félre lehetett volna, azt még már tegnap csütörtökön, úgyhogy az, az megoldódott. De akkor még vissza a mérlegre, az ott szokat nem mondtam. 240 meccset játszottak eddig, újra víz fölött vagyok. 247 egész 75 század egységet gyűjtöttem, úgyhogy ez öt egységgel van a második helyezett előtt. Azt azért nehezebb megtartani, tehát könnyebben látom az olvadást, hogyha egy-egy ilyen meglepetés győzelmet eltalálnak a mögöttem lévők, de hát az a kevésbé fontos, ugye, ahol kisebb az előnyöm. Szóval így egy uh, egészen csodálatos múlt hetet sikerült lehozni, ami a versenyt illeti. A számok lehetnének jobbak, mert lehetett volna 16-0 is, de hát úgy gondoltam, hogy akkor miért nem most. Itt a megfelelő héten vagyunk. A csütörtök sikerült ugye éles szememmel eltalálni, hogy ki fog nyerni. Most már csak 15 kell, azt gondolom ez lesz az a hét, amikor összejön a 100%-os mérleg. Na mondom melyikek. Legegyértelműbb az mi lesz? Hát az most a Chiefs. Mit gondolsz? Arra gondoltam én, hogy nyer a Chiefs ezzel a mérkőzésen, ebben a fordulóban. Oké, okay, eddig megáll. Ki az ellenfél? Broncos. Ó, Ez a Broncos, ez kevés csapatra veszélyes saját magán kívül. Jerry Rosberg lett a csapatnak a megbízott vezető edzője. Beszélgessünk Jerry Rosbergről. Jó, csendben maradunk túlkocsolja majd az Andy nem gondolnám. Denver számára presztízs meccs, nyugati meccs, mindig presztízs hát ma védelem is kicsekkolt múltkor. Szóval itt ez érdekes lesz, hogy most akkor meg akarják mutatni a Mahomes ellen? Mégis csak azért jöttek össze évelein, hogy megverjék a Mahomes-t. Randy Gregorit valamiért visszaengedik a pályára, a ellenére akkor fociznia kell. Szóval Még benne van Denver D valamelyest. Próbál ellenállni, ha már volt egy szabad napjuk múlt héten, de hát azért mindannyian tudjuk ki nyer ezen a találkozón. Azon volt verseny, hogy mi az egyértelmű, hogy nyer a Chiefs, vagy nyer a Cowboys. Mert akit még szeretek ide az érre rakni, az a Cowboys. Hát végül a második helyre lecsúsztattam őket, óriási tiszteletem van ezáltal a Titans irányába. Ezt már lejátszották. Nagyon ritkán van csütörtöki meccs ilyen magasan, ilyen korán bemondva, mert a csütörtökről ilyen bolond dolgok történnek, négy meccses felkészülés, ugye? De hát ez most egyértelmű volt. Amikor mondtam nektek, hogy Dallas minusz 10, az győjön, mikor volt a szerdán, Szerdán raktam ki azt a videót, azt hiszem, amikor azt mondtam, hogy Dallas minusz 10, aztán bejelentették, hogy ugye pihentet a Titans, felment 14-re, és végül is 13 és fél lett a záró spread, szóval ott kivettett Cowboys minusz 10-et, akkor boldog vagy. Meccset már lejátszották, hát még nem, még nem került elém, de próbálom rávenni magamat, hogy ezt hogy végignézzem, nem csak highlights, hanem akkor fiú, akkor 60 perc Titans cserékkel. Na hát végül Tippem az már jött úgy, hogy majd itt emiatt nagy kedvel fogom nézni. Nem biztos. Haladjunk inkább. San Francisco, Las Vegas következő, hát itt is tudjuk, hogy mi lesz. Derek Carr, ügy van, Derek Carr felmentették munkavégzés alól, nem is kell edzésre járni, bubifólia megne ne sérüljön, és akkor őt már a télen nagy eséllyel áruba bocsátják, vagy utcára teszik. Hát az érdekesebb lenne. Mert egyébként ugye Kárnak benne van a szerződésében, ő mondhatja meg, hogy hajlandó-e a cserébe belemenni. Új destinációját kiválaszthatja elvileg. Nem tudom, mennyire lehet válogatni, ugye? Kiváló Kárnak. Na hát most azért. Kár esetében nem tudom, mennyire nőtt hozzá Raiders népséghez, de hát egy szomorú, miatatlan vége. Az ő ottani regnálásának hát mégiscsak élt halt a csapatér, ugye? Próbálta vezérként vinni, kapitányként, nem azzal volt a baj, hanem ugye pályán volt a baj. Ehhez képest azt mondták, hogy jó, mennyi innen, aztán majd bejön azt identégen meg elzavarunk innen. Alapvetően a meg a módszerei nem humánusak, de az az igazság, hogy így jár jól a Raiders. Tehát kárhoz lehetett volna ragaszkodni, meg elismerni a csapatért tett ö, küzdelmét, de őszintén szólva vele, mindig is hiú ábránd volt az, hogy beelőzzék hörbörtet, beelőzzék mahomes -t. És azzal, hogy McDaniels van ott, akinek ugye a rendszere, hát nem biztos, hogy jó irányba viszi el Derek Kárt, így ez egy szélmalomharc lett volna szerintem a továbbiakban is, szóval rosszul néz ki, így persze, hogy így a franchise quarterbacknek hit embert így félreállítják, de hosszú távon így jár jól a Raiders. Mert ha le akarod győzni mahomes akkor alapvetően nem tudod úgy legyőzni, hogy megpróbálod ugyanazt csinálni, mint ő. Mondjuk ez a Chargersnek az ölébe hullott egy hasonló csávó, de még hogyha ez így is van, akkor vegyük úgy, hogy ugyanazt tudják, nem teljesen, de van egy Mahomes, van egy Herbert. Mind a kettőt be akarod előzni, úgy, hogy ugyanazt csinálod, mint ők, nem igen fog menni. Ugye a Raidersnek ebben változtatnia kell, én szerintem abban a harcban nem lehet őket legyőzni, egy másfajta csávó volt, tehát ilyen Lamar jellegű csávót odaállítasz, és akkor mást akarsz futtatni, akkor lehet ennek reménye, szóval el kellett menni más irányba, Derekkár ugye akkor volt a legjobb, amikor Gruden ráparancsolt, hogy öreg előre dobjál. És hát akár mekkora paraszt is volt John Gruden, azért kihozta belőle az agresszív játékot Derek Carrból. Most McDaniels ezt nem igazán teszi meg, mert ő neki teljesen jó az, hogyha hatjardos passzokat ad egész nap a törbekje, és hogyha Derek Carr nem kényszerítik ki a csigaházból, akkor maga a kedvéért nem fog kijönni, Úgyhogy ez egy rossz házasság volt szerintem az elejétől kezdve. Volt értelme, hogy megpróbálják, hiszen lehet módosítani azért a korábbiakon, de nem módosítottak, sőt, rosszabb lett. Carr, úgyhogy neki mennie kell, és lehet, hogy aki legközelebb jön majd, mint Raiders Cotterback, nem azt idem, mert azt idem, az csak most két meccs, hanem a jövőre, aki jön, elképzelhet, hogy rosszabb lesz. Derekkárnál, de hát valamit csinálni kell, érted? Derekkárral nem nyert gyűrűt. És akkor? Akkor mit csinálunk, ugye? Próbálsz bejutni a hetedik helyen? Hát azt már láttuk. Megpróbálták, sikerült, kiestek. Ez nem opció. Láttuk a tetejét Derek Kárnak. Nem igen fog ezzel a csapattal mehomsz elé, hörbört elé keveredni, bár tavaly hörbört elé keveredett, de hát az még egy kiforratlan kis bagázs volt a Chargersnél, most bezeg idén, ugye? Szóval én azt gondolom, hogy a gondolatisága jó annak, amit a Raiders csinál kárral. és az is teljesen jó, hogy most azt mondják, hogy öreg nem állsz be, mert még megsérülnél, aztán ránk ragadnál. Már bocsánat a kifejezésére, itt ragadnál, ugye. Úgyhogy áruba fogják őt bocsátani, ez itt teljesen rendben van. Stidemmel mennek, még azt is el tudom képzelni, hogy a Stidemnek lesznek olyan megoldásai, amivel életben maradnak a drive Nyilván a Niners az ellenfél, szóval azért nyerni nem fognak azért leadják a Ninersnek természetesen, javul a Raidersnek a draft pozíciója, már rakják a veteránokat a sérült listára, szóval félig meddig feltett kézzel mennek, aki a gyepen lesz, az mindent megtesz majd, de hát Stiden nem tud eleget megtenni. Nem azért, mert rossz, mint a Brock Purdy, hát nincs róla információ, de egész egyszerűen kevés pontot tudnak csinálni, viszont kapnak. Amit a durva lesz, az az, hogy kapnak sokat várhatóan a 49ers-től, vagy hogyha nem is sokat az eleget kapnak a vereséghez. Hány pontos favorit? 9 és fél. 49ers, köszönöm szépen, azt elfogadom egyébként, még akkor is, hogyha hát harmadik kísérletre nem brillírozik a Niners, még akkor is jó a field goal. 9 és félhez azért nem biztos, hogy field goalokat kéne rúgni, de hát így is úgy is tudjuk, hogy kinyer. nyer. Niners nyer, McDaniels korszak pedig rá jellemző év végével zárul majd valószínűleg. De hát mondom, itt ezzel a vereségeit semmi baj nem lesz. Ami korábban történt, az a volt baj, de hát itt az utolsó két fordulóban már jó politikai döntéseket hoznak, játékos politikai döntést. Haladjunk tovább. San Diego Chargers, St. Louis Rams, mérkőzés Los angeles rendezik semleges pályán kék sárgák, sárga kékek, beborul a lelátó sárgába kékbe, aki kimegy, ugye, hát messze vannak. Szerintem a Remsznek múltkori franchise rekordokat döntőgető offenzív performance az véletlenszerű volt, és a Chargers jobban képbe van. Bár tisztában vagyok vele, ugye ilyen múltkor korábbi tanítványát, munkatársát, egy azért rendesen megégette McVay, és ugye Staley is az, tehát ő vele is dolgozott együtt, igaz, hogy csak egy évig, de szerintem ez inkább Staleynek volt információ, hogy a Rams mit akar csinálni, hasonló defense ellen, mi az, ami teljes mértékben megbénította a denver -t. lehet, hogy ez a motiválatlanság egyébként. A Chargers az motivált, tehát ők még mennek fölfelé, bejutottak a playoffba, de még az ötödik hely elérhető, hogyha leolvadna a Ravens például. Szóval itt azért meg kell nyerni ezt a meccset, hát a remszelen lehet nyerni. Mégiscsak nagyon sok ö, presszazon kaliberű játékosuk van. Chargers meg ö, egyre egészségesebb. Úgyhogy ö, szerintem most is egyértelmű favoritok, hat és fél pontos favoritra is azt mondom, hogy persze jöjjön. Nem szabad, hogy elvakítson bennünket a múltkori Rams mérkőzés, amikor minden sikerül. Nem lesz mindig így, hogy minden sikerüljön. Chargers mondjuk egy olyan csapat, aki sok mindent enged alapvetően, de hát múltkor legatyásodott gárdával találkoznak, úgynevezett kolc, akkor is három pontot engedtek csak szóval ami papíron jól néz ki, az a gyakorlatban nem mindig. Hogyha az ellenfelek szempontjából nézzük. Szóval egész jó ez a Chargers. Itt eljutunk majd a rájátszásba, jön egy pár győzelem még egymás után, hát kettő, és akkor olyan ordas Chargers hype -ol. Rá tudunk majd kanyarodni a playoff aztán kikapnak egyből. Tisztában vagyok vele, hogy mi fog történni egyébként, de hát mindegy. Most még nem ott vagyunk, ez még nem playoff, ez egy alapszakasz meccs. Chargers megnyeri. Aztán lehet, hogy az utolsó héten már ők is pihentetnek, és azért lesz a hype körülöttük, hogy jó, hát a pihent Herbert majd jön a White cardon. Hm. Nem miatt izgulok egyébként, hogy elrontaná majd a végén, de mindegy, azért a remszet megverik. Na hát az emlegetett csapattal menjünk, Colt's. Colt's szerintem kikap. Ó, ki az ellenfelünk? Giants. Maximális tisztelettel vagyok. Jobb mérlegű, playoffba hajtó csapat, Giants. Meg kell adni a tiszteletet, hát azt mondom, nyernek azért. Öt és fél pontos favorit a Giants szezon előtt valami ilyesmire számítottunk szerintem ezen a meccsen, fordított mérleggel egyébként, de hát most akkor Giantsnek ott van a playoffs nyira mi megengedjük, hogy akkor azt megfogják, köszönjük szépen. Annyira azért nem adjuk könnyen, nyilván mert azért védekezni tudunk, támadni Nick foles akarunk. A Saturday megadta a bizalmat Nick foles hogy hát ennyire nem lehet szarnik, mint amennyire az első meccsen voltál. Hát rendben, kihívás elfogadva, megnézzük újra. Hát ha majd második meccsen azért normálisabban jössz ki a pályára. Hát ha ez megtörténik, egyébként marha nehéz dolga lesz a Giants-nek ellenünk. Hadd mondjam el, játékos anyagot nézve, azért ez nem lesz egy lefutott meccs. De az öt és fél pont az, az izgalmas. A Colts plusz öt fél, Megkeserítjük nekik hidd el. Védelmünk az harap. Vadállatok módjára jönnek, fiatal gyerekek akarnak bizonyítani. Miért tudnánk támadni? Figyeljen, megvannak nekünk azért az emberek. Tehát, hogyha minden tiszteletem a Szék van Barkley -e, meg a Daniel Jones-é, -e, de hogyha cserélnénk edzőt, akkor mi nyernénk. De hát jó, nekem nincs bajom a Bradley-vel, nem arra mondom, hanem itt azért a másik részére mondom. Szóval séma az nyilván az vanília, amit futattunk támadásban, és hát ugye Nick Foss meg nem teszi jobb a társait, de mi van, hogyha éppen beakad egy-egy labda. Küldi a blitzet nyilván vakulásig a Martin dél, az ellen meg a Foss, hogyha véletlen egyszer betalál, akkor már ott lehet, hogy tudunk egy nagyobb jardokat megtenni. Tudom, hogy hármat csináltunk a Chargers ellen, hármat. Meg volt olyan, hogy nullát. Tehát volt a Jaguars ellen, nullát csináltunk, vágod. De egyébként uh, Colts offense benne van az X-faktor, mert alul teljesítő, tehetséges gyerekek vannak, akik alul teljesítenek egyébként, meg legrosszabb turnover mutatónk van a ligában. Igen, mi van akkor, nem csinálunk egy meccsen turnovert? Hát akkor hirtelen veszélyessé válunk egyébként. Szóval szerintem ez, egy field meccs. Még akkor is, hogyha a Giants nyilván százszor jobban menedzsel csapat. Ők playoff mennek, nekünk meg a draft a lényeg. Szóval azért Giants fog nyerni. Azért maradjunk józanok, de, de nem lesz ez olyan egyszerű szülés, mint amilyen a Chargersnek volt ellenünk. Nem lesz annyi ajándék szerintem most fosztó. Aztán ezt még valahogy kiszenvedjük vele. Ha nem lesz kiemelkedő, akkor arra számítok, Houston ellen újra Ellingerrel megyünk, mégiscsak texasi kötődésű, majd ellenük, akkor megmutatja magát. Hát ezért kell mindenki ugye a Colts Cotterback helyzet. Meccset Giants nyeri. Köszönöm, akkor lépjünk tovább. Csoport riválisaink egymás ellen Jacksonville, Houston. Négy pontos favorit a Jacksonville. Duck fucking Peterson megmondta, nem lesz pihentetés öreg, mi megyünk a legkeményebbekkel. Nem fog leülni az Arden ki. Jó, rendbe. És hát megértem, őszintén szólva, hát amilyen, uh, hullám hullámhegyen vannak, Hiba lenne leültetni őket, még akkor is, hogyha hát te a legfontosabb az egészség, de hát kiesnének a formából a Titans ellen, már pedig a Titans ellen bomba formára van szükség. Nem csak ez, hanem ugye a Houston ellen kikaptak múltkor, az oda vágon kikaptak, Houstonnak sokáig egy győzelme volt, az ellenük volt, hogy csináltak, hú, 13-10, vagy valami milyen lett a végeredmény, Texans nyert, tehát az, az nem állja, hogy hogy lepofozzák őket oda-vissza. Azért van itt büszkeség Jaguárékban, úgyhogy ráküldik Trevor Lawrence-t immár a kiválasztott formájában, szedje őket darabokra, alkalmasra, Trevorka természetesen jövendő holofémer úgy fog játszani. Texans erre nincs felkészülve. Há nagyon küzdenek nyilván, de tehetség hátrányba vannak. Davis Millsre meg driscoll -re. Odaér a folytogató Jacksonville Peszrás. Kívül belül jönnek sokan. Hátul hosszú hajúak rávetődnek majd a felpörgő interceptionre. Úgyhogy beleillik a mintába, Jaguars nyer megint. Hosszú felkészülésük volt, ugye? Szóval majd a hát tíz napot pihentek, hát hova pihenjenek jobban? Így. Houstonnak meg volt a győzés, most a következő két forduló az már ajándék. Houstonnak kéne pihentetni a kolc ellen, mert az ugye nyerhető, és hát hogyha jó sikerül, akkor egy per egyet el tudják kerülni. Chicago azt mondja, jó, ők elfogadnák egyébként. Szívesen, fiúk, hajrá! Üzenik a szelesből. Szóval ez a Houston ö, van annyira bolond, hogy még akarjon nyerni. Jackson ellen nem bírnak. Ellenünk majd bírnak egyébként, de hát az majd jövő héten egy kiemelkedő párharc lesz. Jacksonville győzelemmel menetel, győzelmekkel fog menetelni playoffba. Várja, ki jön velük majd szembe. Akár a Ravens, akár a Chargers, hát ők mindegy már az alapszak az, neked őt letaposták. Hát akkor a houston is le lehet. Első meccsen nem sikerült, hát majd most. Négy pont, jöjjön, elfogadom. Még mindig a favoritok, Detroit, Chicago, itt a másik csapat, Chicago, amelyik még ott nézeget, hogy hát az egy per egy meg lehet. És akkor az ott egy óriási biznisz lenne, ilyen kikiáltási árral menne, és akkor mindenki licitálhatna, hogy mennyit adnak. Szívesen venni a Chicago, mert nekik nem kell kótörbek. Viszont, hogyha másnak kellene kótorbek, akkor itt eladó az egy per egy. Úgyhogy ők nem bánnák annyira, hogyha kikapnak ezen a meccsen. Ez lenne itt a lényeg. Mi a lényeg még? Hát az, hogy Fields maradjon egészséges. Mhm. Uh -huh. Azt hogy lehet megoldani? Hát ne legyen a pályán leginkább, de hát hogyha már fönn van, akkor egy jó three out. Alapvetően. Szóval itt a Sikágónak már nem sok reménye van szerintem ettől a szezontól, hogyha az irodát kérdezed meg, felső vezetést. Ráadásul ugye már az elnök is lemond. Visszavonul Ted Phillips. Azt hallottátok, ugye? Virginia néni marad, de volt neki egy beosztottja Ted, aki 84 óta volt az elnök. Na hát most már ő is azt mondja, hogy már öreg Szóval itt a general managernek nem sokan ugatnak bele a dolgába, és hát ott Ryan azt mondja, hogy fiúkat nem baj, hogyha elmegy ez a meccs. Detroitnak kedvezne, hogyha elmenne, és a Lions nyerné. 6 pontos favorit a Lions. Lions tud támadni, tehát egy-valamit tudunk róluk, tudnak támadni, pontszerző drive-ok -ok összejönnek, Chicago engedi ezt, ők meg kapnak. Oké, okay. tehát akkor csinál pontot a Detroit, kap pontot? Hát kap, sajnos múltkor láttuk, hogy motivált csapatok ellen marhasokat kap, ez a Bears alapvetően kevés tehetséggel dolgozik, motiváció az megvan, persze azoknak, akik a pályán vannak, de... Hát nem a legügyesebbek vannak a pályán. Talán őket még valahogy le tudják fogni. Mert ha úgy védekeznek, mint múltkor, és a Montgomery elől elfele futnak, nem pedig felé, hát akkor a Montgomery is végig megy, De talán ez csak én véletlenszerű kisiklás volt, hogy a minden idők legrosszabb futásvédekezését ott előhívták nekünk. Mert hát valami csak történt edzésen. Kembül edző mondott valamit, nem? Az kéne ütközni Enzeloni. Mit szólnál? úgyhogy nyilván jobb performance-ra számítok a Lions D-től. Elbeszélgettek a koordinátorral, és akkor már megfelelő mennyiségű pontot szállítanak. Múltkor is megcsinálta három a 3 TD drive-ot a GAF, vagy mennyit aztán. Az itt elég, tehát még egy pár ajándékból rúgnak egy-két field volt aztán ott a Lions győz, és közben majd nézegeti, hogy mit csinál a kommandó. Nekik ugye az lenne a fontos, meg a Packers. Mit csinál majd? nem tudom, ezek egy egyszerre játszanak, vagy nem, az egyik az később lesz. Szóval azon meg tudják is majd nézni közösen a buszon. Szóval itt a Lions visszatér valamelyest a normál kerékvágásba, nagy győzelmi szériához közelítenek, ami a támadójátékot illeti védekezésben meg nincsenek olyan nagy feladat elé állítva. Hogyha Filc úgy dönt, hogy de ez még egy utolsó nap, még most akkor elkezd rohangálni, akkor persze élben maradnak a drive -ok. Vagy hogyha messzire passzol pontosan, hát az is szívás, de azt még el tudja ejteni a Willus Jones, vagy a Pettis. Vagy, hogyha komolyan veszi magát a Lions, hogy be akar jutni a play-off-ba, akkor ezt a meccset ezt meg kell nyerni. Hát én úgy veszem, hogy az egy komolyan vehető gárda, hát erről szól a történelmük. Philadelphia New Orleans következő, hát itt most uh, szomorú vagyok attól, amit mondok, Szerintem nyer az Eagles megint. 6 fél pontos a favorit az Eagles. Minsúval továbbra is. Hertz nem nagyon edz, de hát uh, Minsúval képes nyerni ez a csapat. Kábboly ellen is megmutatták, hogy liga krémjébe tartoznának, akkor is, hogyha a bajusza lenne. Szényt nem tartozik a liga krémjébe. Amiatt uh, szomorkodok kicsit, mert uh, jó lenne, hogyha annyira bolond lenne az NFC South, hogy még a Saints lenne, képben lenne, az utolsó fordulóban is, hogy tovább jusson, nem csak a Panthers, meg nem csak a Bucks. Az ott vicces lenne, de hát, hogyha itt most a Philadelphia legyőzi őket, akkor eliminálódnak, hiszen a Panthers meg a Bucks egymás ellen fociznak. Úgyhogy valaki ott valószínűleg nyer, bár itt már félve mondom. De hát itt a Saintsnek őszintén szólva nem nagyon reális, hogy részt vegyenek a poszt szezonban. Az igaz, jobb erőkből áll, nyilván mindannyian tudjuk. Még így is, hogy Gardner Johnson nem vesz részt, aki bosszú meccset játszhatna. De hát szétoztogatja majd a labdát Minsu, nyilván felkészítik rá, hogy azért ne nagyon dajkálja, mert jönni fognak érte, próbálják megzavarni. Rutintalan kornerek vannak a Saintsben, ez probléma amennyiben szembe jön az égöz, Futás az nem tudom milyen lesz alapvetően, de hát nem is kell tudnom. Alapvetően az a megfelelő mennyiségű pont az bármilyen körülmények között összejön, és Dalton meg nagyon félteni kell, hogy eljön érte a redik, meg eljön érte a Svet, meg a belső emberek is esetleg egy-egy lepattanó odaérnek hozzá. Toldozott, foltozott támadó falról beszélünk, nem várható nagyon jó teljesítmény tőlük. Dalton egyébként hát szabadul a labdától, amennyire bír, de hát ott hiába érted, hogyha már csak a checkdown marad mindig. Az elkapó gyerekek meg szintén gyakorló csapatos szökevények, még ha sebesség van, és azért a Slay megdolgozza, a Bradbury megdolgozza, Olávit nem néztem meggyógyul-e, mert ha meggyógyul, meg Sahid is, akkor nyilván olykor a defense mögé kerül, csak lesz-e annyi idő, hogy beleálljon Dalton. Tészom csomagnak nem tudom, mennyire van itt létjogosultsága, úgyhogy a Jordan Davis várja majd, hogy akkor próbálja futni. Kellemetlen ellenfél. És hát emiatt lehet, hogy egy ilyen kevés pontos szeáns lesz ebből, nem pedig a legjobb meccs. Hat és fél pont az ígőznél aránylag soknak számít csere irányítóval, ugye, de hát bennük jobban benne van az explosív játék. Úgyhogy ez valamelyest érthető. Most már ugye Gadert is újra a rendelkezésre áll. Még hogyha ugye Lane Johnson rosszul van, Maddox rosszul van, tehát vannak újabb kiesők is az égőzből. Azért, hogyha tartjuk azt, amit régóta mondogatok minsúval kapcsolatban, hogy azért kezdő szintet megüti, az azt jelenti, hogy mondjuk egy Daltonnal hát azért tartani kell a lépés, vagy felül kell múlni, hogyha elszeparáljuk a környezetétől. Hát ezt nem lehet teljes mértékben, de támogató a közeg természetesen az igősznél. Jókat hívnak neki, ismerik minsút, mit szeret, mit tud megcsinálni, és ezt nagyjából meg is hozza. Hogyha a Quez Watkins nem ajándékoz turnovereket, akkor ez egy simább támadó performance lehet. Aztán, hogyha majd vezet az Eagles az első félidő végén, valahány ponttal, akkor azért kinézem a New Orleansból is, hogy kicsit jobban kinyílik defenseben, aztán látják már a szezonnak a végét. Ezért lehet a hat és féllel menni. Úgyhogy ezzel be is biztosítanák a az elsőséget az NFC-ben, a hazai pályát meg kell, hogy történjen. Az utolsó forduló pedig hát ezáltal, hogy érdekessé válna, hogy akarnak-e majd két hétig pihentetni, de hát ezzel a problémával majd akkor foglalkoznak, amikor aktuális. Ugye, hogy szerintem nyer az Eagles, és akkor ezzel ők elintézik, hogy az NFC south ne a Saints nyerje. Tavaly ugye volt egy uh, ugyanilyen párosítás a szezon vége felé, akkor jobb erőkből állt a Saints, mégis az Eagles tudott nyerni, hiszen kótörbekje nem volt New Orleansnak, hogy simeon álltak ki, és hát az is egy olyan meccs volt, ami hát nagyon fontos volt, hogy az Eagles végül is bekeveredett a playoffba. Idén nem annyira nehézkes nekik bejutni, de lényeg az, hogy megvertek ők már jobb erőkből álló New Orleans-t is hasonló összeállításban, hasonló személyzettel, play callerrel. A nagy derbikre akkor térjünk át. Ezek nem azok voltak? Itt vagyunk már a második felére, kanyarodok a mérkőzések sorának, még csak most. Green Bay, Minnesota. Na hát ez durva lesz. Három és fél pontos favorit a Green Bay. Annak ellenére, hogy a playoff képen kívül vannak, és a Minnesota meg hát nagyon a tetején. Én ezt el tudom fogadni, és támogattam a Green Bay-t. Eljutottunk ide, utolsó előtti forduló. Tudok tippelni a Green Bay-re. Rendben vannak, aránylag kialakult a játék. Most ugye Rodgers az egyik edzésen megint beütötte magát, de hát ez nem limitálja. Elég ránéznie, hogy ki van a padon. Love. Hát akkor vállalom a meccset. És akkor kénytelen leszek jó játszani is hozzá, gondolja Éron. Múltkor a Miami ellen még ráadásul annyira nem is szakadtak ki az explosív playek a Christian Watsonból vagy a Dubsból, míg az Aaron Jones még mindig snap count-on volt, szóval van itt feljebb, Baktiari ugye hiányzott, van feljebb a Green bay attól, és ugye Rodgers még pikket dobott az Enzomba. tehát ez se történik meg olyan sűrűn. Szóval van egy kialakult játék a Green bay ami aránylag működik, múltkor hát nem szuperáltak igazán jól, de úgyis jött a győzés. Besegített a D. És hát most a Minnesota az ellenfél, szoros meccsek királyai. Első fordulóban vikingek győztek, akkor még nem tudtuk, hogy ez mennyire irányadó, ugye? Hát azóta is rendszeresen megnyílik a mérkőzéseiket, főleg, hogyha szoros. Most, hogyha ez szoros, hát akkor elviszi a Vikings. Egyszer véget ér a széria, és nekik ez annyira nem létfontosságú, hogy megnyerjék, nem annyira reális az, hogy beérjék az első helyet, viszont ugye San Francisco előzheti őket, szóval motiváció az adott nyilván, de a Green Bay ellen amúgy is adott a motiváció. Meg hát bizonyítani kell azért mégiscsak a kétkedőknek, hogy ők joggal vannak ott a tetején, és ők a jobb csapat, hát gondolom ezért. Nem tudom mi áll a fejekben, de mérleg alapján nyilván. Sokkal előrébb vannak, mégis azért van egyfajta kétkedés, hogy ez a Vikings ez komolyan vehető-e a rájátszásba. Hogyha most a Green lepofoznák, mondjuk, aránylag magabiztosan, hát akkor az egy válasz lenne, nem erre számítok. Védelmük átjáróház, ugyanez volt a Giants ellen is, most hogyha a Giants ellen át, Giants át tud rajtad menni, vagy azelőtt mindenki, Lions, Colts, lehetne sokáig menni visszafelé, akkor azt a Green Bay is megteszi majd. Még hogyha vannak is rutinos játékosok, meg jobban teljesítő emberek a védelemben, ez ilyen villanásokra lehet, hogy elegek legyenek, ami persze, hogyha harmadikra jön, akkor örülsz harmadik és egyet valahogy egy villanással levédik, vagy éppen akkor jön egy, egy második és ötre, jön egy hosszú szek, akkor persze jól időzíted ezeket a pléjeket, vagy éppen oda pattan egy labda, akkor a Vikings opportunista védelme az természetesen ö, tud meccseket befolyásolni a jó irányba, de hát nem ez a papírforma. Ez egyszer elfogy alapvetően, és ö, nehéz a tehetség ö, hátrányt azt állandóan elfedni. Még akkor is, hogyha persze. hogy hát, hogyha kapnak, akkor majd utána csinálnak. Erről szól az a Vikings, Cousins, Jeffersonnal, meg a többiekkel. Erről szól, de mégis, egyszer véget ér ez a széria. Azt már megbeszéltük, hogy a playoffban nyilván majd véget ér, de miért ne érjen véget az alapszakaszban is? Egy jól felkészített, szuper motivált Aaron Rodgers ellen, akinek hát megvannak a sikerei általában a Vikings ellen, legalább évente egyszer Úgyhogy ez a három és fél pont, ez azért kiemelkedőnek számít, ahhoz képest, hogy milyen közel vannak egymáshoz szerintem játékerőben, és megvannak a lehetőségei a Green Baynek, hogy most ők csinálják meg a nagyobb játékokat. Nyilván Watson alkalmas rá, futók alkalmasak rá, maguknál tartsák a labdát, úgyhogy Lafleur nem gondolnám, hogy rosszabb edző lenne az Okanelnél, hiába a mérlegbeli különbség, nyilván nem egymás ellen egy, az egybe mennek, hanem a védelmi koordinátor ellen, akiket azért rendszeresen joggal szapulnak mindkét oldalon, de az örökre nem nyerhet a Vikings. Ez a tippem, és akkor két, ahogy mondtam nektek a Giants meccs után, két taktikai szoros vereség itt az utolsó fordulókban, és akkor majd százalékok jobban kedveznek nekik a playoff meccsen hogy újra visszakerüljön melléjük. Úgyhogy most ezért. Mondjuk az utolsó fordulóban a Chicago ellen nem lesz könnyű a szoros vereséget összehozni, de itt most könnyű. Green Bay elfogadja, és akkor versenyben maradnak, utolsó fordulóban hét csapat küzd majd a bejutásért. És akkor itt van a csoda meccs. Atlanta-Arizona, mind a kettőnek majdnem mindegy már. Kárcnak teljesen mindegy. Igazából Falconsnál több olyan ember van, akinek a számára még ez befolyásolja a komplet karrierjét, hogy itt mi lesz ezen a meccsen. Kárcnál nem sok embernek befolyásolja ez az erős tippem. Szerintem Kingsbury is aránylag biztonságban van. Arthur Smith tudom, hogy biztonságban van, de hát nála ott van Ridőr, akinek fontos meccs lenne, és Ridőrnek az utolsó négy meccs jutott, ezek közül a kárc elleni a legkönnyebb. Tehát ez most az a meccs, ahol Desmond Riddernek jól kell mennie, hogyha el akarja indítani a vitát, hogy ne hozzanak helyére egyértelműen egy másik irányítót, hanem maximum olyat, akivel versenyez. És ezért megyek a falkonszal. Előző heteknek bandwagon Cardinals típjeinek vége van, annak ellenére, hogy Colt McCoy meggyógyult, és hát nyilván ő a rutinosabb quarterback a meccsen, hát mindenkinél szinte rutinosabb, és ő az, akinek van múltja ennek az offense a megfelelő menedzselésében, de hát mondjuk a Denver ellen nem néztek ki annyira jól azok a drive -ok. tény, falkon ellen könnyebb lenne, a me melegben, ugye, pláne könnyebb lenne, de hát az a baj, Kolt McCoy szerintem egy darab ütésre van attól, hogy megint levüljön. Tehát ő azért már azon a szinten van, hogy kicsit fáj, kicsit bedagad, akkor már inkább jöjjön be, bassza meg. Tehát ez Goldmekkoynak a, a munkáját nem befolyásolja. Hogyha vissza akar jönni jövőre és leülni a padra, akkor Cliff azt fogja mondani, hogy persze Colt, hát nyugodtan itt van, foglalom neked a helyet. Úgyhogy én benne látom ezt, hogy a Gold McCoy kiszáll ebből. És hogyha kiszáll, akkor meg megszorlival, hát senki ellen. Soha ne fogadja, megszorli, leadja. Lásd tampa hosszabbításos meccsen. Hát hogyha tényleg ez a Falcon's d nagyon kevés sikerélménye van, most látnának ott esetleg egy kis vért a vízben, hogy egy ö, rátermetlen gyerek van ott, hát őt szétszednék szerintem. És akkor nem a legbonyolultabb védelmi sémákkal, hanem egész egyszerűen sok ember rámenne. És abból benne van a baj. Úgyhogy szerintem itt a Cardinal az, aki jobban elengedte már ezt a szezont. Alapvetően tudom, hogy vattnak búcsú meccs, meg ilyesmi, de hát most ez az azért nehezen motiválja szerintem a Hollywood brand. Őt már a, a szerződés motiválná inkább. Riddernek jól kellene játszani. Ez a kárc, ez egy alkalmas ellenfél. Még hogyha olvasni is kell, hogy honnan jön a Blitz, természetesen, mert jönni fog, de azért meg lehet találni a london futása az segít, fog. Arthur Smith itt összefirkálja ezeket. Cordell Pettersonnak újra jó meccse lesz. Algier kiegészíti ügyesen. Arthur Smithnek megvan a sematikus fölénye. Venz Joseph ellen, ridő ezeket a kihívásokat végrehajtja, és ezáltal okosabbnak fog tűnni, mint a korábbi mérkőzéseken. Számára óriási tétel bír, szóval ha esetleg úgy van, bejöhet egy a kockázatvállalás, mert kell. Tehát, hogyha úgy van, akkor lehet, hogy meg kell tartani, aztán belemenni még esetleg ott a csinybe, még egy testcselt bedobni, aztán elindulni előre felé, még abból is lehetne jó play. Jobb atlét a meccsen, quarterback közül Falconsban van. Úgyhogy aranylag hamar rámondtam, hogy akkor ez legyen az Atlanta. Három pontos favoritság, ó, hát azt már nehezen babrálom, ugye, de miért ne? tehát ott is azért a fókuszáltabb rúgó náluk van, nagyon fontos ezen a meccsen, és ö, esetleg turnover luck az még melléjük állna, akkor ez a három pont ez könnyen megvan. Úgyhogy ezt elfogadom, egész pontosan Atlanta minusz hárommal, és akkor meg lehet Riddernek az első győzelme. Ha most nem, tehát hogy ez a kardinálsz kifog rajta, és nem tud ellenük mit csinálni, hát akkor fiú, akkor nem tudsz semmivel meggyőzni már, hogy, ne hozzanak eléd valakit. Nem melléd, meg nem mögét, hanem hogy eléd. Harmadik körös Kotterbecknek, még ha első éves is, nincs sok patronja, amivel bizonyíthatna, ez a te esélyed. Úgyhogy itt most megszavazom neked a bizalmat. Lehet, hogy az öreg megkolj ellen, de hát akkor is. Nem annyira jöttek be ezek a kardinász tippek az elmúlt hetekben, de hát csak a sérülések miatt. Kyler hozta volna a Patriots ellen, ne meg a Colt McCoy is hozta volna a Denver ellen, meg nem hozta a Tampa Bay de ezt nem is gondoltam. Úgyhogy ez hát a legjobban várt meccs. Falcons, egyértelmű. Van, aki még ennél is jobban várja Jets Seahawks mérkőzést. Két playoff aspiráns, hát egyik még sincs könnyű helyzete hogyha tovább akar jutni, de hát aki itt veszít, az aztán végképp lemondhat lassan. Gino, igazi bosszú meccs. Chargers elleni az nem volt igazi bosszú meccs, mert hát őt befogadták, ugye, mint kirugdalt irányító Giantsnél. Hát kis bosszú meccs, ugye, mert mégiscsak azért kicsit megköpködték, amikor beállt Hilály helyett, de ez az igazi bosszú a Jets ellen, akik draftolták. Ki van az épületben? Azok közül, akivel Gino együtt szerepet nincsenki, szóval szurkolóknak áll bosszút maximum Gino. Szerintem nem áll bosszút. Szerintem nyer a Jets. Másfél pontos favorit a Jets, szóval semleges pályán nagyjából ugyanazt tudhatnák ennyi alapján. Mike white jön a Jets, hát az kellemetlen lenne Gino szempontjából, hogyha kikapna medden generált irányító ellen, de Szerintem meg fog történni. Gino az elmúlt hetekben már nem szuper csillagharcos, már pedig szükség lenne rá, igény lenne rá, laket nélkül pláne, de már nem volt olyan jó, mint év elején, és most ugye jön a Jets. Jön Szalá, Szalának bosszú meccs, hát volt ott linebacker edző, Carol alatt ugye, de hát hála meccs, alapvetően felfedezték ő, ráküldi nyilvánvalóan az embere. Itt Metcalf, hogy találkozik Szosszal, egyszer se biztos, hogy megadja azt, amire szükség lenne, DJ Reed, bosszú meccs, másik corner poszton. szerintem nagy napja lesz a Jets védelemnek. Egyre nagyobb baj van, hogyha a Seattle támadófalat nézed, átengedik a nyomást. És itt nem az van, hogy a Jets ellen ráfigyelsz egy emberre, ja, a Quinan Williams ráfigyelhet, csak körülötte jönnek mások úgyhogy itt heveny rotáció van, baj lehet, Gino azért szereti magánát tartani a labdát, főleg, hogyha a laket nincs, akkor azért ki kell, hogy alakuljon az útvonal, menekülőn nem nagyon jó, hogyha DJ dallas azt kell keresni, úgyhogy szenvedésre számítok. Megmondom neked, seattle -nél, hogyha labda van. Eközben pedig a Jetsnél, hát jön Mike White, golyóálló mellényben vállalja a játékot, elvileg ez majd segít rajta, hogy ne sérüljön, de hát, hogyha nem lenne muszáj, akkor még pihentetnék, Ez mindenki tudja valószínűleg, de hát nem lehet, mert vagy az be, akkor meg elmegy a meccs, vagy a Traveler, akinek semmi keresni valója ezen a poszton. Flecko meg, Fleco meg nem áll be, ne haragudjál. New York, Seattle, biztos hideg van, nem tudom hol van a meccs, de hideg van. Flecko nem áll be. Nincs más lehetőség akkor. Mike White, tartsd életben a karriert. Hogyha megóvják Mike White-ot, tiszta marad a meze, nem ér oda hozzá Novosu. Akkor ez a Jets könnyen megcsinálja. Hát olyan bizalom van az irányába mindenki körül, aki körbeveszi Gerett az élen, ugye Elijah Moore, mindenki szétosztogatja labdákat és akkor a szokásos játékával a Jets át tud masírozni. Ha Mike White van a pályán, akkor még a futás is jobban megy. Nincs értelme, de Bam-nek sokkal jobban szokott menni. A fotbal, meg a többieknek is. És akkor Laflor tudja hívni a maga kis pléjeit úgy, ahogy szeretné. Talán a mozgásban nem limitálja majd Mike White-ot, hogy beöltöztetik ilyen Michelin gumi emberkének, aki minden testrészén már védő felszerelés van. Talán a szemén is lesz, de hát ennek ellenére érzi csapattársait. Így is eltalálja Kanklint, hogyha arról van szó, harmadik és négyre. Nagy találkozó lesz ez ugye, szuper cornerback ellen, Sos és Wulen. Egymás ellen majd elszedik az Interceptionöket, vagy egyik felé sem megy labda. Wulen felé szerintem megy labda. Úgyhogy majd Gerett Wilson egyszer-kétszer megégetné, hát azzal megmutatná rögtön a szósznak a felsőbbrendűségét, ha már itt végig egész évben a díjakról beszélgettünk velük kapcsolatban. Úgyhogy szerintem ez egy csodálatosan jó matchup a New York Jetsnek, azzal, hogy meggyógyult az emberük, nagyon sokat ér, ugye, ők is csütörtökön fociztak, szóval az még extra pihenő, extra felkészülés, meg lehetett nézni a filmet. Mi az, ami működik a Seattle ellen? Minden működik. Újra itt vagyunk. És akkor ez egy rettentő csalódás lenne a szezon végét, illetően a Seahawksnak, de Szerintem erre felé tartunk. És akkor a Jets életbe tartaná a playoff reményeit, utolsó fordulóban pedig akkor bebiztosíthatnák azok után, hogy legrégebben ők vette, vettek részt playoff mérkőzésen. Ez a könnyebb meccs. A kettő közül, ami hátra van, ugye, mert utolsó forduló az Dolphins. Szóval az még el lehet bukni bőven. Másfél ponttal is megyek, az azért három pont alatt, hát az, az nem különbség, ugye. Elfogadom a Jets-et. Megyek velük, szerintem könnyebben életbe tartják a drivokat, hosszabban fön tudnak maradni, dzsinnónak ez, ez keservesnek néz ki. Nyilván a rendőrkutyán is múlik, milyen formában van, K-9, Kenneth Walker. Voltak ö, életképes megoldásai már múltkor a chiefs de azok inkább ilyen véletlenszerűek voltak, semmint hogy a, a sémából jöttek volna elő. Aztán, hogyha az van, hogy már backfielden leírsz egy 8-ast, mielőtt találsz valami helyet magadnak, utána azért már nehezen gyorsulsz fel, ugye? Szóval már azért meg kellett küzdenie Kennethnek, hogy egyáltalán találjon valami területet maga előtt, nem pedig egyből adnak neki. Az is egy érdekes párhasz lett volna, hogyha Breeze játszik végig, aztán két top futó egymás ellen, ugye? De hát Breeze már rég nincsen. Knight van. Hát az is kellően izgalmas, ugye? Hogyha Kenneth Walker pedig hát nem veszi le most már a terhet, akkor nyilván összefüggésben van azzal, hogy Gino nem néz ki olyan jól. Ezen a Jets ellen marha nehéz jól kinézni. Azért hadd mondjam, hiába adják oda Kenetnek a labdát, azért Mózli le lezárja a lyukat. Jó ez a Jets védelem nagyon. Jobb, mint bármelyik egység, aki pályára lép a mérkőzésen. Ez pedig elegendő. Szala csapat része megnyeri ezt önmagának. Mike White-tól nem kell az extra, csak lesimítani, okosan maga mellé, amire Zack nem képes. Jets győzés. És akkor itt vagyok az első Undertok tippemmel, hogyha jól számolom a háromból, ez pedig Cleveland csapata. Cleveland, oké, okay. ki az ellenfél? Clevelandnek már mindegy, miért nyerne? Hát nem annyira mindegy, de az ellenfélnek fontos meccs, Washington Commanders. Carson, barátom újra kezdő lesz. Várom a meccset. Természetesen, hát két képernyőre kirakom egyszerre. Carson ellen megyek. Két pontos favorita a kommandó. Play a fejem Óriási hiba. Ezt a Cleveland nyeri. Kettő pontot még ajándékba is kapok, ha esetleg úgy van. Cleveland plusz kettő nyilván kell. Múltkor a csalit Bekapta Rivera, Vence felment, 16 kísérlet, többnyire jó megoldások. Akkor most abból indul ki, hogy ó, kártan, te milyen jó játékos vagy. Menj csak be, csináld meg, úgyis kell a győzelem. Van tétje, play -off helyen vannak, nyomás, teher van a csávó. Emlékezzünk, tavaly mi volt? Tavaly az utolsó két fordulóból a kolcsnak. Egyet kellett volna megnyerni. Raiders ellen. Védőnek dobta, védő tovább dobta Tivájnak. És a... úgyis kikaptunk. És a Jacksonville ellen. Akik egy per egy lettek, kikaptunk neked Szóval akkor Carson Wentz. Fontos meccs. Állásodért. Nagyon nagy teher van rajta, de ez elrontod, rontod. Sose leszel kezdő. Jó. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy esetleg, hogyha baj van, rosszul alakul a mérkőzés, akkor kockázat, akkor híroból, savöl, Jönni fog. Múltkor bejött a sávből neki, még egyszer nem jön be. Év mi volt még? Kommandónál, az rég volt már, de elmondom, Terry McLaurin nevű wide receiver minimális vételi számmal dolgozott, amennyiben Carson Wentz volt a csapat irányítója. Ő inkább Dodsonnak dobált, Terrynek be kellett állni a sorba. Egy a sok közül fél tőle hogy neki dobja, és akkor kijöttek ilyen három negyedek nulla ponttal. Ez volt a kommandónak a meccse, vagy, vagy egy fél idő, mondjuk. Lával. Volt ö, két meccs, amit megnyertek, meg négyszer kikaptak, amikor Venc volt ott. Szuper izgatott vagyok emiatt, hogy ez most vissza, köszön, aztán leadja. Ki zúgnak vele playoff helyről? Aztán mi meg megkapjuk majd a harmadik körünket, így is, úgy is. Hát az az drukkerségnek egy izgalmas fázisában vagyok, de hát a Cleveland mennyire alkalmas rá, hogy ezt elvegye tőle ezt a duklavét. Alkalmas, hadd mondjam mert bőven alkalmas. Hiszen ugye a Cleveland ellen elvileg kellene tudni futni. Tehát ez a kommandónak az erőssége, előnye. Alapvetően, hogy ők azért szeretnek futni a Robinsonnal, a Gibsonnal, az sokszor engedi a Cleveland. De hát, hogy egyszer bekeményítenének, és esetleg rákényszerülne Carlsonunk hogy dobjon. Fizikális kornerbekkek minden részben előre hozom. Cleveland esetében az miért fontos? Hát a teri így is elszakad, lehet, hogy elszakad a teri, meg lehet, hogy a datson is elszakad. Ne adj Isten Curtis-re előre menne. de pontatlanul dob. Ezt azért ne felejts el senki, ő nem az embernek dob, valahova arra. Oké, okay. na most ez a hosszú karú magas, erőteljes cornerbacknek, Denzelnek, MJ Emersonnak, Newsonnak, ez azért esélyt adám az esélyt ad az interceptionre. Vagy ha csak belekapál valamelyik, jön a safety, elveszi. És ezt el lehet venni sok helyen, nem csak a felező van, hanem el lehet saját vörözzóba, ellenfél vörözzónában. El lehet venni a labdát. Itt tartunk. És akkor még lehet, hogy Vence Híró ból, még megvárja a májskeret rájöjjön. Aztán a rángatja, majd még így eldobom rájuk a kezére. Szabaddá válik a labda. Számos verzió van. Kommando úgy dönt, hogy 20 playből 18 futtatás helyett elkezdi a fát vágni maga alatt. És csak oda ajándékozzad ezt a labdát. A Cleveland az erről szól az elmúlt hetekben, ajándéklabdákból csinál pontokat Texans ellen, Saints ellen is csak ajándéklabdából sikerült pont, mondjuk ott nyilván ott minusz 39 fok volt, de hát érted a lényeget. Önerőből olyan sokat nem csinál a Cleveland, de hát hogy odaadod nekik, hogy itt van közelről vidbe, akkor be beviszik közelről. Nick Chubbnak talán odadják. Stefanski szerintem alkalmas rá, Körberöhögje azt, amit Del sémában elővezett, mert már jó játékosai vannak, de hát archív felvételek alapján készíti fel a csapatot. Ez azt jelenti, hogy Linebacker vonalában Titan üres lesz, Njoku üres lesz. Dusson rettentő rozsdás, hogy hát mindig el kell mondani. Jó, három meccsel többet játszott az elmúlt hónapban, mint a Vence. Vagy hogy egy, egy negyedet még hozzáveszel. Most, ha nincs meg ez az előny bár Vence tavaly játszott, meg idén is már játszott szeptemberben, de az idősan melegszik bele. Múltkor nyilván még továbbra is nulla volt. Alkalmas ellenfél. Kérem szépen megdobálgassa. Amari Cooper üresen lesz, hogyha motivált Pippus Jonesnak rég volt jó meccse, két hete, hát most akkor megint az lesz. Én itt szuper, szuper eltökélt vagyok, hogy ez a Cleveland plusz kettő, ez bőven jönni fog, de Cleveland Moneyline is. És akkor a Washington így kizuhan, playoff helyről mindenki nem juthat be ez NFC Beastből. És ugye valaki nem jut be, akkor az a kommandó lesz. Taylor Heineke pedig ott majd a telefonját nyomkodva az oldal vonalnál felnéz, hogy ja, Vencel, kiestünk a playoff helyről. Jó, van rendben. Én itt várok akkor. És persze szabad lehet, hogy vele is kikapnának egyébként, de az nem biztos, de az úgy jó néz majd ki a rezuméban, hogy lecseréltek, és utána kiestünk a playoff helyről. Oké, okay, nyasgem. Ő itt marad jövő hét, jövőre is ikon. Úgyhogy itt a narratív az összeáll szépen vencünk körül, és nem csak úgy, mint aki nem tudna, hogy a külön is el tudja rontani a meccset. Hát bőven negatívban vannak. Kate York simán benne van, kapufára visszahordott TD. Nem érvényes, de neki megadják. Szóval Cleveland is balfaszkodásra bármikor vevő, de hát itt most egy méltó ellenfél jön szembe. Úgyhogy ez most itt jó lesz. Mindannyian ezt várjuk, Senki nem érti, hogyan nem rakták ezt be Sunday Night Footballra ezt a mérkőzést, de hát én nagyon boldog vagyok tőle. Legalább nem kell néznem a kolcot, ugye nem tudom ezt jó közelről nézni. Kolc Druckernek az a boldogsága, ö, meccsnapokon napokon nem kell nézni a csapatát. Ez is egy jó pont arra, hogy miért nyer a Giants, mert ők meg szeretik nézni. Ugye, hát nem volt ez mindig így, de most visszautalok arra. Cleveland plusz kettő, hát adjátok ide nekem. Kevésbé fontos meccsel. Menjünk tovább, ott is az underdoggal megyek, Cincinnati Buffalo. Ó, oh, hétfő lesz, főműsridős meccs. Egy pontos favorit a Bills. Szerintem a bengás nyer, úgyhogy Bengász plusz egy. Hát ezt már mondtam nektek sokszor, az ilyen meccseknek nem sok értelme van, úgyis bejött mind a kettő. Playoffban kell nyerni. Találkozna a Bengász a Bills-szel a playoffban. Azért az húzos lenne de hát azt kellene megnyerni, nem ezt. Most ezt megnyerni, de azt meg kikapsz, akkor boldog vagy tőle? Ó, nem annyira. Ezt mondtam nektek a Bills Chiefs match kapcsán, amikor találkoztak, hogy mennyi esély van rá, oda-vissza lenyomod a Josh allen -t. Hát nem sok. És hogy a Mahomes-t, hát arra se. úgyhogy akkor adjuk le az alapszakasz meccset, és akkor majd a playoffba. Nem, hát nagyobb esély van, hogy elfelezd. Ugye ez megtörténik Burrow Josh Ellent-nel szemben, Hmm, hát most igen, most jönne ez a mérkőzés, akkor oda-vissza legyőzni a bőrölt se könnyű. Állítólag, de hát itt is azért vannak próbálkozók csoporton belül, kis sikerrel. Főleg a Cleveland, ugye, csak ellenük nem játszik a bőrölt sokat. Jobb csapat képét mutatja újabban a Bengász. Ez a tippem egyébként, hogy jobb, jobban megy a Bengász. Úgyhogy velük tartok ezen a mérkőzésen. Az előző meccsük után azért már szóba hoztam, hogy nem lennék nyugodt a szekünderit illetően, de Hát most ez a felhozatal, Josh olykor a védőnek dobja. Úgyhogy ezek olyan menüpontok, amik hogyha folytatódnak, akkor végül is kiegyenlítődnek. És a végén az van, hogy akkor a Bengals üzenbiztosabban tud támadni. Múltkor voltak ilyen véletlen dolgok. Jamar ellesztette a fumbölt. Olyan nem igen lesz, ugye? És akkor már is jobb arcát mutatja a Bengals, mint múlt héten, amikor csak nyomvat 22 pontot tudtak felrakni, kihagyott extra pontokkal. De hát ez két olyan csapat, amelyik, hogyha kap, utána csinál. Ez így működik, utolsó percekben is kapnak, jaj, most mi van, hát akkor csinálunk, és akkor itt bárki nyerhet. Úgyhogy az ajándék, egy pontot azt elfogadom, amit a Bengász mellé raknak. Mi van, hogyha kikapnak? Semmi. Ugye, így is, úgy is bejutsz. Én azt számolgattam, hogy úgy lenne fel a világ, márpedig hát ez... Megalapozza a tippet, hogyha az AFC első, a Chiefs lenne. Most ez az kéne, hogy a Bills elbotoljon. Na most erre egy alkalmas ellenfél ez a Bengház. Lehúzza őket maga mellé hogy a dobogó alsó fokaira. Chiefs meg beelőzi őket, aki szerintem megverik a broncos És akkor így Mehosznak jutna a pihenő. Burrow meg Ellen pedig játszanának már a white card mérkőzésem. Nem járnánk rosszul egyikkel sem. És az egész szezon nézve, hát a buffalo voltak olyan mély így mérkőzéseken belül, hát főleg ugye Josh se ami alapján nem érezném jól magam, hogyha ők végeznének az éjszí tetején. Márpedig most lepofoznák a Bengház, hát akkor nagyon közel kerülnének hozzá. Nyilván ez olyan, hogyha most ilyen egészen kiemelkedő mérkőzéssel hibátlanul játszanának, 56 pontot fölírnak, hát akkor jó, hát akkor, akkor jogos, de ez csak egy meccs, és szerintem nem ez lesz és hogy a Chiefs jobban rászolgálna teljes szezont nézve, úgy, akkor legyen ez. Hát én az igazságnak szurkolok. De egyébként meg a, a Bengász is olyan, hogyha itt a utóbbi heteket nézzük, bár nehéz ez ugye a Jamar mentes néhány forduló miatt pontosan átlátni, de még ott is egész jók voltak, de az elmúlt időszakban azért a Bengász is jobb csapat képét mutatta, mint a Bills. És mind a kettőnél voltak hiányzók, ám hát most is vannak. A bios hiányzók nem teljes erővel mennek, de a play-obosra lesznek teljes erővel most már. Tehát itt közel vagyunk a végleges stádiumhoz. Úgyhogy biztos, hogy izgalmas mérkőzés, ezt rákényszerítik a másikat arra, hogy a legjobb arcát mutassák, feltételezem, de hát ilyenkor könnyen szokott csalódást okozni a mérkőzés, hogy miért csak 21-23 a végeredmény, ugye? Nekem mindegy, mennyi lesz. Őszintén szólva, én a többi mérkőzés is nagyon boldog vagyok. Számomra Cleveland Washington egy nagyobb szórakozási faktor jelent majd, mint ez a meccs, mert attól nekem nem jobb a meccs, hogy mind a két csapatnak tizenvalahány győzelme van, de hát uh, mégiscsak azért a Monday night -ok nem mindig szoktak olyan kiemelkedő fotballt hozni, annak örülök, hogy ez lesz. Így elkülönítve aztán az igényes szurkolók is majd uh, jobban szórakoznak, pusztán emiatt, hogy két számjegyű győzelmes csapatok találkoznak. Akkor még egyszer elmondom, hogy szerintem nyer a Bengház, de hát itt már vége fel, itt már akármi lehet az összes mérkőzés. Nagy újdonság, ugye. Tehát milyen jól kiválasztották az éjszakai fotbalokat, mert ugye még a Sunday Night-ot rá sem mondtam. Na most mondom a Sunday night ami a Ravens Steelers. Már ilyen korán. Ugye a Steelers meccsei, hát mindig az utolsó helyre rakom, mert hát az, az, fele tudja, hogy ők mit csinálnak továbbra is megáll ez a mondat, de hát most azért láttam kettőt, ami még bizonytalanabb vagyok. Ennél nehéz bizonytalanabb lenni, mert a Ravens nem tudjuk ki a quarterback. Ravens két és fél pontos favorit jelenleg, lehet fogadni a meccsre, nem vették le, ez azt feltételezi nekem, hogy az egy kicsit kalkulálnak azzal, hogy Lamar adott esetben beáll. Lamar nem edz. Jó, edzés nélkül, hát van, aki játszott már. Van, aki játszott már edzés nélkül is. Pénteken veszem fel ezt az anyagot. Még van egy edzés, azon lehet, hogy beáll. Hát, hogyha vele áll ki a Ravens, hát akkor nyilván könnyű Ravens tip. Ők azért nagyon kaparnak azért, hogy a hely jobb helyen azért megmaradjon nekik a kiemelés minél jobb helyen. Steelersnek már csak a matematikai esélye van, meg ugye a Tomlin faktor, hogy meg legyen a 8 8 -1. Az első meccsen Kenny P. játszott, agyrázkodás, és aztán kivált. Trubiski állt be a helyette. Jó játszott Trubisky, sok interception dobott, de azt leszámítva jó játszott. Most, hogyha Kenny P. végig focizza ezt a meccset, hát tegyük fel, nem lesz könnyű dolga. És új élmény a Ravens ellen focizni, mert az a két drive, amit fenn volt, az nem alapozta meg az ő rutinját. Ráadásul hideg van, kicsi a keze, törékeny kis fiú, biztos, hogy nem fog kiszakadni a golzsák. Ezen a mérkőzésen sem. Sem. Emocionális győzelmen vannak túl. Az is éjszaka volt, ugye a Raiders szerenem, most megint éjszaka játszanak. Nem számítok sok pontra. Steelers nem igen csinál. Az a kérdés, mennyit csinál a Ravens? Na hát igen, csere irányítóval, hát biztos, hogy ők is marha keveset. De hát már legalább a futás az úgy, ahogy működik. Kérdéses, mennyire tudnak helyet csinálni majd a Dabinsnak, így hogy jön a Hayward, összeakad a Linderbaummal, ugye, aki, mint tudjuk, hasonlóan kicsi, mint a Pikit, csak centerben. Azért lehet, hogy lesz hely is. Ügyetlenek nyilván az elkapók, tudjuk, limitáltan vannak jelen. Ugyanazt a fotbalt játsz a Ravens minden meccsen. Huntley-val nem sok reményed lehet. Egy kiszakadt játék, és abból hát, ha megvan a field goal táv, ugyanezt ismételgetem minden egyes drájuk alkalmával. stiller elég lehet? Elég, elég lehet. Ez a meccs is teljesen simán lehet, hogy 10-9 lesz, vagy 12-9, hogyha csak field goal van. Pontosan úgy néz ki, ez a meccs is, mint az összes, ami így beleillik a sémába, ami a franchise-okat körülöleli millió. Huntley-val nyilván sír a labda. Ha jönne Lamar, akkor ugyanezt futtatva kicsivel bizakodóbb lennél nyilván, még hogyha nem is csinál semmi extrát. Hogyha csinálna, hogyha esetleg látna egy kis helyet, akkor az jó lenne alapvetően nekik, de pusztán attól, hogy a Pályán van, már másképpen viselkedik a defense, és az pedig segíti a play calling meg hát Andrews. Andrews az ő labdáit elkapja, másét nem kapja el. Aztán lehet, hogy már az övét se kapja el, mert call, de legutóbb, amikor még fönn volt Lamar, akkor még jó volt Andrews. Aztán lehet, hogy azóta elfelejtett fotbalozni, akárki lenne ott. Rosszul érzem magam ettől a meccstől, hogy öt tippelni kell rá, mert Mike Tomlin pont az ilyenekből szokta összekapargatni magának a 8. 9. győzelmet, amikor az ellenfél éppen meg van borulva, éppen probléma van, éppen csere az irányító, aztán valahogy oda a labda Fitzpatrickhez megint. Szóval én pontosan látom azt, hogy hogyan nyerheti meg ezt a Steelers, de szerintem Kenny Pete könnyebben bele kergetik a hibába, Könnyebben elképzelem azt, hogy Nagy rossz helyzetbe kapja a labdát, és ezáltal segítenek a védelemnek, hogy jól védekezzen. Amióta a Rokuán Smith itt van, eleve jól védekeznek akárki ellen, és akkor sárdagasztás végén. Ravens megnyerheti akár csere is, hogyha a defense úgy akarja. Azért én azt gondolom, hogy a két defense közül momentán a Ravensben van több tehetség, hogy volt Merszem, ugye? És hát ezért is hajlok az irányukba, mert ezen a meccsen nyilván nem az Offense fog nyerni. Hogyha hát én maximum a maximum futással, de hát futásból jobb a Ravens. Special teamben, hát nyilván van a Tucker, azért még mindig jobb, mint a Boswell, mert a Boswell is jó. De hát valószínűleg nem a special team dönti el. Hogyha mégis, akkor kicsi előny van a Ravensnél, futásnál van egy kicsi előny a Ravensnél. És defenseben is van egy kicsi előny a Ravensnél. Edzői stábban, ott is van egy kicsi előny a Ravensnél. Na hát ezt összerakod, és akkor kijön a két és fél pont. A két és fél pont az nem kell. Tisztán Ravens, egyébként meg a spreadet azt hagynám. Utolsó két meccs, a legdurvább meccsek. Panthers, Bucks. Szinte már eliminációs találkozó. Kerorán a számára eliminálódás benne van kikapnának a Tampa Bay ellen, akkor hát uh, előnyben vannak Bradyék, azt már nem hozott be. Három pontos favorit Brady. Szerintem nyer a Panthers. Itt vagyok. Underdog tippel megyek. Megyek a caroline Most őszintén kérdezem, kinek hiányozna ez a Tampa Bay Buccaneers a playoffból? Azon kívül a Buccaneers szurkolókon kívül, aki kötődnek hozzá, igen. Senkinek nem hiányozna. Ez a fotball. Hát ez rossz nézni. Brady hiányozna neked. Igen, de csak a név miatt. Nem a játék miatt, mert hát az undorítóan gyenge. Komplett offense. Bezeo Penters. Ha a Penters jó fotbalt nyomat. Ritkán. Van egy jó meccs, egy rossz meccs. Ha a komplet szezon nézzük. Jó, a Mayfield legalja volt. De utána, hogy beállt PJ, meg beállt Darnold. Van egy jó meccs, egy rossz meccs. Oké. Okay. Tampa Bay-nél. Most csak az offense mondom. Hát minden meccs rossz meccs. És néha nyernek rossz fotballal. Hmm. Örömmel nézzük, ugye? Főleg egy play majd. Úgyhogy miért ne lehetne még egy jó meccs caroline -nában. Most nyilván nem lesz olyan gála, mint múltkor, amikor 395 jarot futottak. De lehet, hogy elég 190-et futni, vagy 150-et, ugye? És akkor már radikális visszaesés, de hát még, még, még mindig bőven elég. Darnold, Lady ellen. De hát amikor taknyos gyerek volt, akkor ez nem igazán volt kihívás, ugye? Most kihívás. Tehát most nem találsz olyan embert, aki így kőkemény baxosra azt mondaná, hát figyelj, ez röhögve meg lesz. Ó, hát ez kínkeservesen. Véreset szarva maximum megnyerheti a tampabéját, hát azt látom, minden meccsük olyan. Trace McSorley vezette Kárc ellen, ahol már egyes posztokon az Arizona Whitecats-ből játszottak be tartalék játékosok, hosszabbításban nyertek. Két rohadás drive-ot összeraktak a végén. Mondjuk ez egy visszatérő minta. Szóval ez. Ez a Tampa bay a rezuméja. Pusztán a, a, név az, ami, ami hozza a híveket maguk mellé, mert a játék az marhára nem. Ugye az első meccsen nyert a Carolina P.G.V. körrel vagy PJ Walker úgy döntött, hogy akkor most MVP kampányt elindítja, és akkor ő lett a hét játékosa, azt hiszem. Mert mindent megdobott. Szóval azt azért nehezen hinném el, hogy oda-vissza ezt megcsinálja a PJ, de nem erről van szóval most a Darnold van, aki meg egy másik játékos. Darnold, aki fejlődött, higgadtabb, fejben erősebb, lábán erősebb, fizikuma. Szét van pattintva most már. Darnold jobb játékos, mint tavaly volt nyilván megsegíti a futás. Tehát értem azt, hogy bármit csinálhatsz, hogyha a harmadik és tízre futnak 60 yardot a futók melletted, tehát ott azért könnyen vagy nagyképű, de egyébként is nekem tetszett a Darnold akkor is, amikor elvették a futást. Steelers ellen ugye elvették a futást, de ő akkor is normálisan dobott, nem a védőnek. Tehát itt kezdődik, hogy nem a védőnek dobta, mint a jetszes korszakában, vagy mint tavaly. Vigyáz a labdára. Hát kulcs fontosságú. Brady meg nem vigyáz a labdára. Elmúlt hetekben eladja. Totálisan más irányba mennek, hallott. Szentségtörés, Isten káromlás, de. Most mi van, hogyha Pentőzni lesz a jobb kóttörbek teljesítmény? Hát akkor eldől a meccs, megmondom. És ekközben meg a rendszer nem teszi nagyjá. Tehát óvatosan fogalmaztam. Mert még hogy az első meccsen hát történik, ami történik, normális edzői stáb vereséget kielemzi, aztán majd visszavágó megbünteti ezzel a caroline -t. De hát a buccaneers nincs ilyen, érted? Ő ugyanazt a szart fogják elég rakni, mint mindig. Tehát abban hisz, ráküldi a nodra blitzet. Hmm. Ezt mindenki tudja, érted? Hétfőtől kezdve így készülnek. Szem, akkor ez lesz. Minden playbe úgy készüljél. Lehet, hogy nem jön, de hogy, hogyha mégis, akkor Tudja, hova menjen a labdával. Most erre még a Mekedú is felkészíti. És persze, olykor tehetségből odaérnek, vagy sebességből érted, nagyon gyorsan jönnek. Jó rendben. Nem elégszer. De hát szorosan lehet tartani ezt a mérkőzést azzal, hogyha esetleg a Darnoldot ö, többször megütik, aztán nem úgy működik a passzjáték, mint, mint gondolják. De hát ez a remény a Bucksnak, semmi más. Nagyjából. Mi támadni kell, akkor lehet, hogy Leftwich lemond a play hívásra, aztán hívja a Brady. Nyilván jobb lenne mindenkinek, de nap végén azért ő is ráébredt, hogy hú, hallod, hát itt best protection itt nincsen. És a caroline ban is nyilván egy Brian Burnson összesen, aki veszélyes lehetne, hogy odaérjen, de hát olykor. Olykor elég, vagy olykor belül valaki esetleg megvillan. J.C. Horn megsérült. Tehát ami nagyon fontos ezen a meccsen, hogy J.C. Horn kidőlt, Komplett szezonra. És azért az marhára nem mindegy, hogy ő mit csinál, mert ő olykor azért pálya közepére is belógott, és az azért az fontos lett volna, hogy a Godwinnal ott egy kicsit, és ne a Hartsfield-el kelljen menni, mert hát itt mindenki tudja, hogy mi lesz. Ugye, ivós játék, szilveszterkor, ezt mondtam az előző videóban, lehet, hogy nem. Elsőre, hogyha Leni kapja ivás, Harmadikra, hogyha Godwinnak céloz Brady, ivás. Két különböző anyagot előkészítesz, és akkor mehet. Hogyha leni elsőre is kapja, meg másodikra is kapja, akkor ráduplázol. Ha Rashad White van bent, akkor nem kell. Akkor elsőre, hogyha Rashad White kapja, akkor csak ami kisebbet. De azért, ha így is minden bajod lesz már harmadik negyedben, és még rá sem néztél a képernyőre bohozasztó ötlettelen nulla, amit a Tampa Bay előad nekünk, csere támadó fallal. Az se újdonság, ugye? De itt a Caroline-nak meg van terítve, vágott, tehát most itt van, vegyétek el. Nyilván egy statement győzelem lenne, hogyha a brady befognád alapvetően, de nem a játék miatt. És egymás után ez lett a második szezon, amikor ideiglenes vezető edző playoffba megy. Steve Wilkes. Tavaly más volt ugye, mert ugye a Bisaccia úgy vette át a Raiders, hogy Grudennel nem volt baj a szakmai munkát illetően, hanem ugye csak a pályán kívül, és muszáj volt kirúgni. Idén meg baj volt a szakmai munkával Carolina-ban, és ennek ellenére lehet, hogy bemennek a playoffba. Milyen csodálatos történet lenne. Szóval a Carolina plusz három, az mindenképpen kell nekem, de, de Moneyline is tetszik nekem ez a szituáció. Nehéz Brady ellen oda visszanyerni, méltatlan, nem sok ilyen van, de idén nagyon sok negatív ö, rekordja, eredménye megdőlt már general manager úrnak. Borzasztó tiszteletlenség, nem illik ilyet mondani, ilyenre tippelni, Brady ellen tippelni, ugye? Nem illik, de hát idén talán a legrosszabb csapat a Tampa Bay a spread ellen. Szóval az ott mindenképpen jó néz ki, és akkor az utolsó fordulóban meg akkor mérkőzés tudna játszani a Panthers, az megint csak durva lenne, hogy honnan jöttek vissza, de hát minden adott érted. Futás lehet, hogy menni fog. DJ Moore megvan, sérültek a kornerek Tampa Bay-ben, ugyanúgy nem csak a JC Horn sérült. Josh Norman nem tanpályán lesz -e. de hát amikor a Máker még lehet hozzápattan egy labda. Úgyhogy én ezzel aránylag ki vagyok békülve. Utolsó előttinek mondom, mert hát nyilván szuper nagy rangadó és, és valószínűtlen, ugye? De hát akkor is. Bemondom a tipra Brady vereséget, tessék. Utolsó meccs, Patriots Dolphins. Itt maradok a favoritnál. Ki az? Patriots. Mi? Két és fél pontos favorit a Patriot. Most így nehezen csinálnak két és fél pontot egy meccsen, de hát most akkor legyen ez. Teddy megy Miami élére. Megzavarható Teddy. Nincs semmi kétségem afelől, hogy összezavarják majd. Belicek és fia összerakják a védelmet, nem fognak kapni százat. Ahogy a Dolphins sok csapatra ráírt már százat, első héten ugye 27 lesz a mérkőzésnek a vége, miatt az se sok, azóta se lett összeszokottabb a Dolphins offense Teddy Bridgewaterrel. Hanem még rosszabb is, ráadásul rosszabb, mint Tuával. Teddy konzervatív. Tehát még, hogyha meg is van az, hogy a Waddle meg a Tyreek lehet, hogy üres lenne mélyen, hát a Teddy nem biztos, hogy darakja nekik. Hogyha lerakja zászló mellé, vagy mi a nyalóka mellé a labdát, nyilván beviheti 85-ről vadul, mint múltkor, vagy a Tyreek is beviheti, de az a fajta veszélyfaktor, ami a Dolphinsban jelen szokott lenni, az most nem lesz jelen. Egész egyszerűen én ezt gondolom a Teddy Bridgewaterről, Ugye két meccsen szerepelt, az egyiken egy snappet, a másikon 10-valahány átadása volt. Hát szóval keveset láttuk alapvetően, de azért nem könnyű. A Dolphins, azért akárki nem vezényli el, ezt a Skyler Tomson is megmutatta, nyilván sokkal rutinosabb nála a Teddy, szóval katasztrófára nem számítok. Hogyha elég fölírni ezen a meccsen a 15 pontot, akkor megnyeri a Dolphins. És ezen múlik igazából, hogy ugyan, mennyire tudnak támadni. Drága jó, korkülék. Múltkor sem mennyire nem bírtak támadni, ugye? De az azt jelenti, hogy jó pléjek erre a hétre maradtak, eltolódtak. Ami ugye a Bengás ellen nem sikerült nagyon-nagyon-nagyon sokáig, az majd most sikerül, kivéve Kendrick Born. Kendrick Bornnak még egyszer nem lesz a jó napja. De hát, hogyha Stevenson nem csinál fámból akkor már van egy kis remény. És egyébként a Miami, hát sok mindent enged. Még az évjön Howard is. Kohú keveset enged, ugye? Hogyha középen a Jacobi myers várná. De hát alapvetően, hogyha meg Jones megbirkózik azzal, hogy jön rá egy némi peszres, akkor azért lehet adogatni a Dolphins-tel, azért ők el szoktak csúszni a hátsó hetesben, Úgyhogy fenn kellene tartani ezeket a rohadt drive-okat. Rúgni belőle field goalt, hogyha más nem, meg hát nyilván a, a futás az az mindig jelen van, amennyiben a Patriot támad. Kevés pontos afférra számít ezen a mérkőzésen, és akkor itt most hát jelentősen uh, kiemelkedik majd special team szerepe, defense szerepe, labdaszerzéseké, esetleg Markus Jones valamit hozzátenne valami gadgetből, azért az sokat számítana. És hát az elmúlt hetekben hát baj volt a Patriotsnál, a Special Teamben, Pantherrel is baj volt mindennel, hogyha ez esetleg visszapattanna azt, most nekik lenne jobb napjuk, hát nyilván az már nagyon sokat lendítene az ügyükön, de itt a legfontosabb az, volt en meg legyen a nyomás, odaérjen a Judon, odaérjen az Ucsi, oda fognak érni egyébként, ez hát ezen át lehet menni ezen a Dolphinson, amennyiben támadó falat nézed, és egyébként a futást az masszívan szerelik, harmadik és hosszúakra kényszerítenék Brücken vasszert akkor hosszú, nyolc éves karrierjéből pontosan tudjuk azt, hogy ő abból nem szokott nagyon alkotni. Ehhez párosul mondjuk egy türelmes Patriots támadójáték, meg Jones ugye ritkán türelmes, de most mondjuk az lenne, aztán megelégszenek majd néha egy-egy mezőnygóllal, előbb-utóbb a végén lehet, hogy kinyílik a Dolphins, aztán át tudnak menni, akár térét is szerezni. Mindenképpen alacsony pontos meccs, és az nyilván olyan, hogy a végén dől majd csak el, hogy ott kibírja jobban az utolsó play kicsinálja meg, és hát ez is konkrétan playoffért megy, mindkét csapat közel van, ugye határán van, bejut vagy nem jut be, Ráadásul még ugye a Jets is bekever csoporton belül. Fontos a Dolphinsnak itt az utolsó két forduló, hogy lehozzák, és akkor bejutnak, de kell mindezt Tango nélkül, akinek ugye kiderítették, agyrázkódása van, volt, és hát mivel ez nem az első már neki, nagy eséllyel, nem csak ezt a meccset hagyja ki, hanem a Jetszerint is kiadja. Úgyhogy nekik az ott elmehet, igen könnyen, ez az előny, ami jelenleg megvan. Nem új információ, tehát régóta tudják, hogy Tedivel kell neki menni ennek a mérkőzésnek, szóval, ha még hogyha alakít is valamit meg Daniel, azon, ami jobban fekszik a Bridgewaternek, hát szerintem az nem lesz elég. Úgyhogy ebből, hogy ilyen brusztalos fotbal alakul ki, abban meg a nyújnének van az előnye, mert ők mindig úgy játszanak szükség van rá, hogy kiszakadjon a Hillből, vagy a Sherfieldből, vagy tök mindegy egy ilyen nagyobb explosív play, mint ahogy mindig, és az a Patriot ellen többet ér, ugye alapvetően, mint egy, mint egy Green Bay ellen, akik azért könnyebben haladnak, a New England nehezen halad, szóval az, nekik a 7 pont az nehezebben behozható, mint más csapatnak, szóval óriási teher van ilyen szempontból a skill személyzetem, meg meg is, de Teddy úgy jön, hogy már régen volt pályán, ki tudja milyen állapotban van, milyen formában van, hideg van Foxborough-ban, kellemetlen neki, nem szereti, úgyhogy várom a hibákat. Ez itt a lényeg, tőle várom a hibákat jobban, mint a Meg Nincs jó szezonja Meg De hát, hogyha végén lehozna egy-két normális mérkőzés, az most elég lehet, hogy még versenyben maradjanak, még a végén ott a, a playoff realitás maradjon ha a komplet nézzük, akkor nyilván a Patriotsnak nem sok keresni valója van a rájátszásban. Ezen mérkőzésen még, hogyha meg is nyernék, hát az azért nagyban a csere irányítónak lesz köszönhető, ugye, de hát még azt el lehet bukni a végén is ezt a rájátszás részvételt. Minden esetre ez most nagy esély részükre, és ezzel élni kell nyilvánvalóan. Minden problémája ami a Patriotsnak korábban megvolt támadásban, az meg lesz most is, alapvetően nem fogunk olyan hűde ötletes, kirobbanó pléjeket látni tőlük, de lassú, óvatos fotbal itt most elég lehet, és hát nem véletlen favoritok a fogadó már is, ott is megvan azért a Bridgewater felé, amit nem annyira támogatja őt, nem hisznek annyira benne, én se hiszek igazán benne. Eleget láttam az előző két évben Denveri-Carolinai meccseiből, azokkal se nagyon nyert volna egy ilyen Patriot szintű csapat ellen, amelyik azért védelemben rendben van. És hogy a Dolphins nem csinál sokat, akkor általában kikap. Na például ez így most beleillik a mintába, de hát, hát ez is olyan, hogy el tudok képzelni bármit. Nyilván el tudom képzelni, hogy nyer a Dolphins, mert éppen a lehetett állapotba kerül a Jalen vadó, és 14 pont éppen elég lehet, mert a New nem tud csinálni csak 12-t. Tehát most ez simán benne van természetesen, de lehet, hogy most összerázódnak. Most lesz az a nap, amikor visszavágott megnyerik, első meccsen hetet csináltak, annál azért többet fognak csinálni, gondolom. Úgyhogy ezért ez itt az utolsó, nem igazán magabiztos tippem. Nem érzem magam jól ettől se, mint ahogy a Baltimore pittsburgh de hát ez már csak ilyen csoportriválisok, gyakran találkoznak, sok információ aránylag, még hogyha változatos személyzettel is. Mindig közel vannak, mind a kettő kevés ponton van, szóval hideg van ráadásul, ki tudja, mennyit segít az időjárás egyik vagy másik irányba, hova fújja a szél, amikor rúgni kell. Úgyhogy ez Hasonlóan kiszámíthatatlan, de hát akkor legyen az, hogy rosszabb mérlegű nyer közelítenek egymáshoz mérlegben is. Az meg ugye a Pétrioc. És ezzel vége van, kérem szépen mindegyiket elmondtam, ez lesz 16 győztes. Jó szurkolást mindenkinek, akinek a lova még versenyben van, akinek már mindegy, a jó szurkolást a többi csapatnak, meg ellenfélnek, meg ellen drukkolást. Aztán majd megbeszélgetjük, hogy hogyan sikerültek ezek a találkozók. Nem tudom egész pontosan, hogy mikor, milyen formátumban, milyen terjedelemben, de hát próbálom mecseket pótolni majd, aztán mesélni róla valamit, hogyha elém került majd, nagyon-nagyon csücskös lesz, mondom nem sok időm lesz a, a jövő héten, de hát rajta vagyok. Aztán majd valamikor találkozunk majd iratkozzatok föl, és akkor nem maradtok le róla, akkor se, hogyha ilyen váratlan időpontban esetleg kiteszek valamit. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet mára, meg az egész hétre, itt az ünnepi fennforgásban. Számítok rátok még azért a következő hetekben is, amíg tart azon, meg az új évben, 2023-ban. Mindenkinek boldog új évet kívánok, jó bulikázást, és azért a meccsek is legyenek meg. Találkozunk jövőre. Közön köszönöm a pártoltalóknak. Patreon.com-on támogatják a csatornát, és hogyha te is szeretnél jönni, akkor tudod a dolgodat. Úgyhogy így, jövőre találkozunk valamikor. Szevasztok!